Egésznapos programokkal készültek a Dunaújvárosi Egészségház dolgozói szombaton az érdeklődőknek. Reggel 9-től egészen délután 4 óráig előadások és csoportos beszélgetések várták a látogatókat, akik bármilyen kérdést feltehettek, illetve kicsit közelebb kerülhettek az alternatív gyógyászathoz. Hát én a Szuperinfóban megláttam ezt a hirdetést, és nagyon megtetszett nekem, na ide kell jönnöm. Mert itt mindenre kapok választ, az én ügyes-bajos dolga, betegségre, meg minden ki volt írva. Nagyon tetszik az előadás, minden egyes, és itt is fogok maradni mindvégig. Dr. Barna Miklós kineziológus természetgyógyász sokszínű előadást tartott a jelenlévőknek. Olyan érdekességre is felhívta a figyelmet, miszerint a nyitott szájjal történő alvás és az ezzel járó horkolás messze nem olyan pihentető, mint a csukott szájjal szundítás. Hát például vannak ismerőseim, akik rendszeresen túráznak, és állandó kifulladásról beszéltek, hogy nagyon nehéz nekik fölfelé a hegyre menni, és akkor mondtam nekik, hogy lélegezzetek úgy, hogy a mellkasatokba nem menjen a légzés, hanem csak le a hasatokba. Figyeljetek arra, és akkor, amikor legközelebb elmentek kirándulni, akkor minden gond nélkül gyönyörű szépen tudtak fölfelé menni a nagyhegyre. És tudtak maradni a csoportjukkal, családjukkal, és illetve azoknak nem kellett lelassítani miattuk, mert jobban bírták a terhelést. Csak azért, mert odafigyelt arra, hogy most nem úgy veszem a levegőt, ahogy szoktam, hanem én most a hasamba veszem a levegőt. És ugyanígy a légzés dolga nagyon fontos, hogy éjszaka hogyan lélegzik az ember, meg sportolás közben hogyan lélegzik, tehát nagyon sok minden helyzet van, ahol ha odafigyelünk arra, hogy hogyan lélegzünk, akkor tényleg tehetünk annak érdekében, hogy másnap reggel, amikor fölkelünk, akkor jobban érezzük magunkat, mint egyébként éreztük volna. Minden szülőnek nagy segítség lehet hasonló rendezvényeken részt venni, hiszen választ kaphatnak a gyermekükkel kapcsolatos kérdésekre. Anyaként vagy apaként hajlamosak az emberek túlaggódni betegségeket, és akkor is orvoshoz fordulni, ha arra valójában nem lenne szükség. Megmutatunk mindent. Megmutatunk mindent, ki lehet próbálni a talpvizsgálatot, de igazán itt inkább arról van szó, hogy találkozzanak a páciensek, leendő páciensek, a vendégeink, az orvosokkal, a szakemberekkel, és föl tudják nekik tenni a kérdést, mert ma az a legnagyobb probléma, hogy olyan információ áradat ér minket, hogy szerintem kifejezetten idegesek vagyunk tőle. És hogyha a szakemberektől, akik hitelesek, én úgy gondolom, hitelesek, jó szakemberek, kérdezni lehet, az egy jó irányítás. Az egészségházban a rendezvény alkalmával szombaton kedvezményesen végeztek el néhány vizsgálatot is.